Közéleti magazinunkat látják, köszöntöm nézőinket! A környezetváltozás és a fejlődő gazdaság olyan nyomást gyakorol az oktatásra, melynek kizárólag összefogással lehet megfelelni. Ezt Pölöskei Gáborné mondta Szekszárdon, a Pécsi Tudományegyetem és a Szekszárdi Szakképzési Centrum között létrejött együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírásán. A szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár szerint az együttműködések megerősítik a térségeket és azok megtartó erejét. A szakképzés célja, hogy minőségi munkaerőt tudjon biztosítani a fejlődő gazdaság számára. Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár szerint ehhez olyan együttműködésekre van szükség, mint amely a dél-dunántúli régióban ipari szereplők, önkormányzati szervezetek és oktatási intézmények részvételével már kialakulóban van. 2018. decemberében a Pécsi Egyetem Szekszárdi Kara, Szekszárd városával és Tolna megye önkormányzatával kezdte meg egy közös munkacsoport kialakítását, melyhez most a Szekszárdi Szakképzési Centrum egyenjogú együttműködő félként csatlakozott. Eszerint a jövőben közösen működtetik az IQ Ipari Együttműködési és Innovációs Központot. Erről újabb megállapodás is született. Ugye itt ebben a területen a centrumaink, mint Pécsen, Szekszárdon, Kaposváron vannak. Gyakorlatilag a centrumok együttműködése jó, én azt látom. A kancellária rendszernek a kialakításával megerősítettük azt, hogy gyakorlatilag egy menedzsment szemlélet jobban megjelenjen, és a helyi vállalkozói igényeket jobban figyeljék. Ezáltal a képzési szerkezeteknek igazodni kell a környezet elvárásaihoz, és gyakorlatilag valóban a helyi munkaerőigényeket jobban ki tudják szolgálni. Ez a cél. Azt gondolom, hogy mindegyik helyszínen alkalmas vezetőink vannak, és olyan csapatnak a felépítését, kialakítására pedig az alapok megvannak, és annak a elmélyítése, szélesítése kell csak, ami ezt segíti. Ezzel az együttműködéssel a város megtartó erejét tudjuk tovább erősíteni és szélesíteni, hiszen lehetőséget tudunk biztosítani a fiatalok számára a képzés megvalósítására, a továbbképzésre való részvételre, illetve a vállalkozások indítására is, tehát kisebb vállalkozásokban való munkahelyszerzésre. Én azt gondolom, hogy az egzisztencia mellett egy nagyon fontos kérdés az, hogy milyen jövőképet tudunk kínálni a fiatalok számára is. Az ilyen együttműködések, amelyek egy nagyon hosszú folyamatot tudnak felkínálni, és egy folyamatos képzést tudnak felkínálni, ezek mindenféleképpen a város megtartója, a település megtartója szempontjából fontosak és meghatározóak, és nagyon fontos az is, hogy az itt működő vállalkozások számára, vagy a jövőben letelepülni szándékozó vállalkozások számára megfelelő humán erőforrást tudjunk biztosítani. Ma mindenki tudja, hogy Magyarországon a legnagyobb gond egy vállalkozás esetében a humán erőforrásnak a biztosítása, vagy éppen pótlása. Tehát minden olyan település helyzeti előnybe kerül, ahol megfelelő humán erőforrás áll rendelkezésre, megfelelő képzettséggel, és ez a képzettség egy kicsit magasabb szintet jelent már ma is, és fog jelenteni jövőben is mondjuk egy sima szakmunkás képzés, hiszen jóval automatizáltabbak ezek az üzemek, és ehhez nagyobb szaktúrásra van szükség, sőt folyamatosan bővülő szaktúrásra van szükség. Ebben az együttműködésben mi ezt kínáljuk fel a vállalkozások számára, ehhez pedig egy 100 hektáros ipari parkot tesz hozzá a város, tehát a képzés, a továbbképzés és utána a letelepülni szándékozó vállalkozások számára megfelelő infrastruktúra biztosítása az, ami város feladata. A Pécsi Tudományi Egyetem regionális feladatai között van az, hogy a régió vállalatai számára a megfelelő szakember utánpótlás biztosítson felsőfokú szinten, és persze a lehetőségünk nyílik arra, hogy középfokon is kicsit hozzájáruljunk ezekhez a kérdésekhez, akkor ezt nyilván meg fogjuk tenni. És hát ez nyilván abban a szempontból is rendkívül fontos, hogy a szomszédságban fog folyni az évszázad legnagyobb beruházása Magyarországon, és ez elkerülhetetlen teszi azt, hogy arra is gondoljunk, hogy oda is a munkaerő utánpótlás megfelelő időben, megfelelő minőségben kiképződjék. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy az egyetemen felgyűlt tapasztalatokat, egyrészt a saját képzési szintükön, másrészt pedig a helyi erők kívánságához igazodva a középfokú képzési szinten is megjelenítsük. És ehhez jön még hozzá az innovációs készségnek a fejlesztése, innovációs projektek indítása, tehát azt gondolom, hogy az egész egy elég komplex együttműködésé fog válni nagyon hamarosan.
Ennek az integrált térségi képzési központnak a legfontosabb eleme, hogy új tartalmat ad a duális képzésnek, és még gyakorlatorientáltabb képzéseket nyújt az oktatásban résztvevők számára. Nem csupán, idézőjelbetéve csupán a meglévő munkáltatói, munkaadói intézményi kapcsolatokra épít, hanem újabbakat hoz be ebbe a képletbe, és próbál minél több olyan partnert találni, amely partnerekkel gyakorlati képzőhelyeket tudunk kialakítani. Tehát egy sokkal gyakorlatorientáltabb felsőoktatás alapjait teremtjük meg. És egy másik nagyon fontos eredménye lehet még ennek az együttműködésnek, hogy azok a tehetséges középiskolás diákok, akik felsőfokú intézményben akarják folytatni a tanulmányaikat, olyan adatokat, infókat kapnak ennek a központnak a működésén belül, keretein belül, amelyek révén tudatosan jelölhetik majd ki a továbbtanulási irányokat, be tudnak kapcsolódni már középiskolásként az egyetem, a kar életébe, és hát nyilvánvalóan dönthetnek arról, hogy milyen területeken akarnak diplomát kapni. Gyakorlatban itt már előzetesen néhány gondolatot megfogalmaztunk. Az első ilyen gondolatkörünk az az, és arról fog szólni, hogy a képzéseinknek áttekintjük, megnézzük konkrétan a középszintet, a felsőfoknak a szintjét, megnézzük azt, hogy milyen vállalati igények vannak, és a képzéseinknek a struktúráját próbáljuk úgy most kialakítani, és megpróbálunk olyan jellegű képzéseket kialakítani, amiben már a középfokból egyenes út mehet a mérnökképzés irányába is. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, ez a térségi együttműködés példaértékű kezdeményezés a kormány által márciusban elfogadott szakképzés 4.0 stratégia szempontjából is. Legalább 22 féle betegséget terjeszthet az ázsiai tigris szúnyog, ez az invazív faj jelen van hazánk déli megyeiben is. A sárgalázat, a nyugat-nílusi és zika vírust is hordozó rovar könnyen felismerhető egyedi mintázatáról. A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontja szeretné feltérképezni a tigris szúnyogok elterjedését. Arra kérik a lakosságot, hogyha ilyen fajt találnak, küldjék be nekik a tetemet vagy a róla készített képet. Az ázsiai tigris szúnyogot az emberek hozták be a kontinensre, például kamionok ponyváján vagy különféle termékekkel, mint minden inváziós fajt, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Biológiai Intézetének tanársegédje. Egyébként a különféle termékek, főként a használt gumiabroncs és egyéb kisméretű tenyészhelyek, bármi, amit hurcolunk Európa szerte, akár a csomagtartónkban egyébként el tudjuk hurcolni új helyre. És miért veszélyesek? Azért veszélyesek, mert az invazív fajok, főként a tigris szúnyog egyébként bizonyítottan elég sok betegséget terjeszt. Na most, hogyha megjelenik és stabilan itt marad, onnantól az első lépése egy új betegség megjelenésének már megvan, és csak idő kérdése, hogy maga a betegség is mikor érkezik, és mondjuk alakul ki egy helyi járvány. Ahogy ez történt is egyébként a chikungunya vírussal Olaszországban például. Vörös Géza azt mondja, könnyen felismerhető a veszélyes vérszívó. Ezt aránylag könnyű megismerni, nagyon jellegzetes test alakulása van, egy 5 mm nagyságú, tehát a szúnyogoknak úgy nagyjából a közepes formáját hozza, és fekete-fehér csíkok vannak rajta, ami nagyon jellegzetes, és egyik olyan szúnyognál, még a malária szúnyognál sincs annyira élesen fekete és a fehér választás rajtuk, úgyhogy megtapasztalhatjuk könnyen, és azonnal is sikagyon, ha észleljük, vagy ne engedjük, hogy akár az állatainkat, vagy minket megszúrjon. A fajt hazánkban először Baja mellett azonosították 5 évvel ezelőtt, 2015-ben pedig a déli délnyugati határ mentén jelent meg, köztük Baranya, Somogy és Tolna megyében. A jelenlegi adatok szerint Barcson van egy már megtelepedett populáció. Az országban azonban pontos felmérés még nem végeztek a szakemberek, így nem tudni pontosan, hol és mennyi ilyen szúnyogban. Az MTA Ökológiai Kutatóközpontja éppen ezért kéri a lakosságot. De ha csinálnak róla fényképet, és ezt elküldik szúnyogkukac.ökologia.mta.hu-re, akkor mi megnézzük ezeket a képeket, és visszajelzzük, hogy milyen fajt találtak. De akár be is küldhetjük a szúnyogot a kutatóknak Bátrátótra. Először be kellene csomagolni, ehhez kellene egy fiola, bármilyen gyógyszeres fiola, teljesen jó, meg papírzsebkendő. A papírzsebkendő több rétegre kellene szétszedni. Egy rétegi papírzsebkendőt kellene beletenni a fiolába, olyan módon, hogy egy kis zsebet képezzünk benne. Ebbe kell beleejteni az állatot, illetve a tetejére is, hogy ne érjen a doboznak a tetejéhez az állat, oda is egy
és zsebkendő réteget kellene tenni. És így borítékba el kellene küldeni a MTA Ökológiai Kutatóközpont Vác László címére. A tigvízszúnyog kutatásával foglalkozó szakember azt mondja, mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy ne telepedjenek meg a szúnyogok környezetünkben. Néhány fél deciliter víz is elegendő ahhoz, hogy több száz csípőszúnyog kifejlődjön benne. Ilyen például ugye az Eres csatorna, ahol véletlenül megrekedt a víz, ezt érdemes kitisztítani, kint hagyott játékokban, felgyűlt vízben, tehát természetesen az esővíz gyűjtő hordókat is érdemes szúnyoghálóval vagy letakarni, vagy kijönteni belőle a vizet. Tehát ilyen kis apró dolgokkal is nagyon sokat tehetünk a csípőszúnyogok ellen. A rovar azért veszélyes, mert legalább 22 féle betegséget terjeszthet, melyek közül Európában kimutatták a sárgalázat, a nyugat-nílusi vírust, de hordozhatja a Zika vírust is. Fél évszázaddal ezelőtt, 1969-ben adták át a szekszárdi egyes számú óvoda Vosinszky utcai épületét. Ezt ünnepelték az intézmény pedagógusai, egykori vezetői és néhai óvodásai. Ötven éves jubileumát ünnepli, 50 éve adták át ezt az intézményt, pontosan 1969. március 1-én, és a 69. március 2-ai újságban fedeztük fel ezt a napot. A fél évszázados évfordulót bizony kellő alapossággal készítették elő az óvoda dolgozói. A munkálatok hónapokkal ezelőtt elkezdődtek. A német nemzetiségi nagycsoportunk egy műsorral készült, német nemzetiségi táncot fognak előadni. Úgy gondoltuk, hogy ez is az óvoda profiljába illeszkedik, hisz ebben az épületben négy csoportunk német nemzetiségi kétnyelvű nevelésben részesül. Felkértük az intézmény első, illetve második vezetőjét. Lencsés Magdi néni a körülményeire való tekintettel nem tud részt venni ezen a rendezvényünkön, viszont Pernyész Józsefné Évike, aki az intézmény történelmében a második vezető volt, ő jelen van. Nagyon várjuk, hogy majd milyen emlékeket fog felidézni nekünk. Március 1-től ebben az óvodában kezdtem el az óvonői hivatásom gyakorlását, mint fiatal kezdő óvodapedagógus. Rengeteg szép, felejthetetlen emlékem van erről az óvodáról. Ez az óvoda, ez mindig valami más tevékenységet is végzett. A mindennapi, sokszínű, színvonalas munka mellett méghozzá olyan sokrétű tevékenységeket, mint a megyei városi továbbképzések, gyakorlati bemutatók, az óvonői szakközépiskolás hallgatók gyakorlati képzésének gyakorló helye volt. Ezen kívül minden innovatív tevékenységre fogékony volt, és igényesek voltak, szakmailag jól felkészültek voltak az itt dolgozó óvodapedagógusok. Bár az óvoda épületét fél évszázada adták át, az ott folyó munka nagyon is 21. századi, sőt a közelmúltban több jelentős fejlesztés is lezajlott a falak között. 2009-től vagyok én az intézmény vezetője. Ha szakmai szempontból nézzük, akkor a közoktatási törvény felváltotta 2011-es köznevelési törvény. Ehhez kellett minden köznevelési intézménynek igazodni, köztük az óvodáknak is. Ez azért egy jelentős szakmai munkát igényelt minden intézménytől, tőlünk is. Megfelelni a központi elvárásoknak, az új követelményeknek, hogy 2015 nyarán a bővített és az új épületrész átadásra került,
amit azóta is élvezünk, óriási csoportszobával, egy tornaszobával, ami előtte nem volt ebben az intézményben. Elmondhatjuk, hogy nekünk külön orvosi szobánk is van, és egy beteg elkülönítő. Nagyon fontos volt az intézmény profilja miatt, a fejlesztő rendszerünk megvalósítása miatt, hogy tornaszobával is rendelkezünk, és az orvosi szoba is olyan szempontból jelent nekünk előnyt, hogy a fejlesztésünk a gyógytestnevelés részéhez szükségünk van ortopédiai szűrővizsgálatra, így helyben az ortopédus szakorvos ezt is el tudja látni az intézményben. Bár az idők és az elvárások változnak, a fél évszázados ünnepség mégis megmutatta, hogy bizony van, ami örök. Terápiás kutya érkezett a Kéthyi gyerekekhez, a település könyvtárában tartott foglalkozáson különböző játékokat játszhattak a négylábúval. A polgármester szerint fontos, hogy játékos programokkal segítsék a gyerekek és az állatok közti kapcsolat fejlesztését. Na, hányos dobott a Ropi? Ő egy terápiás kutya, ami annyit jelent, hogy segít a mozgássérült emberek mozgásában, a mentálisan sérült emberek lelki állapotának javításában, az autizmusban szenvedő gyerekek korai fejlesztésében, tanulási zavarainkban szenvedő gyerekeken, türelmével és odaadásával egy nélkülözhetetlen társa lesz az embernek a mindennapokban. A Kéthyi óvodások is kipróbálhatták, milyen egy terápiás kutyával játszani. Sőt, Ropi készségeit is próbára tehették. Utánozták a kutya trükkjeit, és társas játékoztak vele. Ropinak meg kellett keresni a jutalomfalatokat, amit a gyerekek elrejtettek. A kicsik azt mondták, hogy élvezték a játékot, és leginkább Ropi puha bundája tetszett nekik. A kutya nagyon cuki volt, nem harapott, puha volt a szőre, és ez a játék tetszett a legjobban, ez a társasos. Ropi gazdája azt mondta, a gyerekeknek rendkívül nagy segítség az, ha a kutya kedvesen bánik velük, és türelmesen kezeli a kisebbeket is. Ez az oktató szerint azért hasznos, mert így a gyerekek egyéni sikereket érnek el, és közelebb kerülnek a négylábúak világához. Kutyáink felkészültek arra, hogy bármilyen körülmények között tudjanak dolgozni, és ez akár könyvtár is lehet, ahol rendkívül játékos módon szoktunk a gyerekekhez szólni a kutyák segítségével, rengeteg trükköt tudnak a kutyusok, nagyon sok feladatot hajtanak végre, nagyon sok trükköt csinálnak meg a gyerekek kedvéért, a gyerekeknek, és ez mindig nagyon sokat számít egy kisgyereknek, hiszen egyéni sikereik vannak egy ilyen foglalkozás alkalmával. Nem csak közösen nézik a kutyát, hanem saját egyéni tapasztalatokat is szerezhetnek a kutyusokkal. A kiképzésünk az alapítvány, a Csigabiga alapítvány keretein belül zajlik, ott OK és kutyakiképzőink, habilitációs kutyakiképzőink képzik a kutyusokat, és segítenek nekünk, a kutyák felvezetőinek, a gazdáinak abban, hogy mit csináljunk a kutyussal, hogyan képezzük őket a mindennapokban, hogyan foglalkozzunk velük, mert hiszen ők velünk élnek, tehát ők a család részei. A gyerekeken kívül vannak kollégáink, akik idős otthonokba járnak, idősek otthonába, ott is nagyon jó tapasztalataink vannak. Ezen kívül értelmi fogyatékosokhoz járnak kollégáink, akár súlyos értelmi fogyatékosokhoz is, és lényegében bármilyen, akár tantermi környezetben is. Tehát mi például a Ropival iskolába is járunk, és ott is tartunk a gyerekeknek fejlesztő foglalkozásokat, valamint az alapítványunknál vannak nagyon jó tapasztalatok az iskola előkészítés terén, ahol alkalmazzuk a kutyusokat, alapozó terápiába bevonjuk a kutyusokat, úgyhogy egy igen sokrétű és nagyon színes ez a világ. A programon részt vett települések polgármestere, aki szerint fontos minél fiatalabb korban megtanulni, hogyan kell bánni egy kutyával, és nem utolsó sorban megszeretni az állatokat. Ennek az a célja, hogy a gyerekek minél jobban megszeressék az állatokat, ne féljenek tőlük, illetve barátkozzanak velük. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden idegen állatot meg kell simogatni egyből. Itt megtanítják a
az állatoknak a viselkedésére a gyerekeket, és ezáltal ők is könnyebben fogadnak örökbe, vagy ha kaptak a szüleiktől egy állatot, akkor tudják, hogy hogyan kell velük bánniuk. A terápiás kutyák azonban nem csak a gyerekeken segítenek. Az ilyen kutyák a szellemileg sérült embereknek a legnagyobb segítséget jelentik érzékeik, mozgásuk, koncentrációjuk és magabiztosságuk fejlesztésében, valamint az egyik legmegbízhatóbb társak a mindennapokban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!